Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándéktárgyak.hu, BenQ. Köszöntök mindenkit szeretettel, ez itt a Restart, ismételten 4 és 5, 5 és 6 között informatikai segítségnyújtás. Itt a Fixen, én a Vendi vagyok, és ma is a számítás technika, illetve az informatika nagyvilágába fogunk kalandozni ebben az egy órában. Vannak elérhetőségeink, ezért ti is bekapcsolódhattok a műsorba ezeken keresztül. 44 51 349 ez a telefonszámunk, ezen hívhattok. Fenn vagyunk a Skype-on is, tv.fixhd a Skype-os címünk, ezen keresztül is hívhattok bennünket. Lehet lájkolni minket a Facebookon, facebook.com/fixhd, televíziónk hivatalos Facebook oldala, közösségi oldala. Lájkoljatok, van nyereményjáték is a Facebookon, s lájkolók között sorsolunk fixes ajándékcsomagot. Természetesen az oldalon megtaláljátok a szükséges információkat, hogy mit kell tenni ahhoz, hogyha nyerni szeretnétek. Két oldalt is kell lájkolni, ugye a sajátunkat plusz a nyereményünk felajánlójának az oldalát is. Az vehet részt a sorsolásban, ami egyébként jövő héten pénteken lesz, aki mind a két oldalt lájkolta, úgyhogy mindenképpen érdemes lájkolni bennünket. Van egy saját oldalam, és oda is jöhetnek a lájkok, facebook.com/vendifix. Várom oda is a hozzászólásokat, illetve a különböző lájkokat. Van egy weboldalunk, www.fixhd.tv, itt pedig ugye nézhető a televízió élő műsora, SD vagy HD minőségben és az internet segítségével, sőt mobilon is m.fixhd.tv, sőt a weboldalon van egy videótár, ahol visszanézhetőek azok a műsorok, amik már itt mentek a tévében, és esetleg lemaradtatok volna róla, akkor a videótárból tudjátok pótolni ezen hiányosságaitokat. Oké? Hát kezdjük is el rögtön informatikai hírekkel. Én persze várom a kérdéseket, hozzászólásokat a Facebook üzenőfalon keresztül, vagy az imént említett fórumok valamelyikén nyugodtan írjatok, ha kérdés van, én pedig igyekszem ezekre válaszolni, de nézzük, hogy mi a helyzet az informatika nagyvilágában. Képzeljétek el, bárki letöltheti és kipróbálhatja a Windows 8 végleges kiadását. A Microsoft szerdán némi meglepetésre nem csak a fejlesztő és a szakértő hálózatra, az MSDN, illetve a TechNet előfizetői részére, de a széles közönség számára is letölthetővé tette a Windows 8 végleges kiadását. Az egyetlen különbség, hogy még az előbbi szakemberek a szoftvert korlátlanul használhatják, addig a hétköznapi felhasználók csak egy próbaváltozatot tölthetnek le, amely mindössze a telepítéstől számított 90 napig marad működőképes, de kipróbálható, úgyhogy na ez már az a verzió, amire azt mondom, hogy érdemes esetleg megpróbálni, és hogyha tényleg megtetszik, akkor utána dönthettek a tényleges vásárlás mellett. Ez utóbbi azt jelenti, hogy aki most azonnal felrakja a Windows 8-at, a szoftver hivatalos piacra dobásáig, tehát október 26-ig biztosan használhatja majd a feltelepített rendszert. Az egyetlen rossz hír az ügy kapcsán az, hogy a próbaváltozat sajnos, követve a Microsoft eddigi gyakorlatát, nem frissíthető a későbbi megvásárolhatóvá, úgynevezett retail változatra, hanem utóbbi csak egy teljes újratelepítés keretében varázsolható fel a korábban trialt futtató gépekre. Tehát aki most fölpakolja, az nem fogja tudni egyszerűen csak úgy majd frissíteni a végleges változatra, csak és kizárólag úgy, hogyha újra installálja magát az operációs rendszert. A Windows 8 végleges kiadása egyébként nem sok lényegi változtatást tartalmaz a nyár elején letölthetővé vált kiadási előzetes, ugye a Release Preview-hoz képest. Ezek között a Start menü, illetve a Start képernyő jobb személyre szabhatóságát, valamint az Aero téma eltűnését a klasszikus asztal környezetből érdemes kiemelni. Ezen kívül néhány beépített alkalmazás is frissül, de igazán lényeges változásokat már nem hoz a most letölthetővé vált Windows 8 verzió az utolsó előzeteséhez képest. Természetesen az Enterprise kiadás is hozzáférhető, 32 és 64 bites változatban is 90 napos próba verzióban letölthető a Microsoft oldalára, úgyhogy itt van a várovárt kérdés, aki szeretné, már most is kipróbálhatja, illetve hát használhatja gyakorlatilag a Windows 8-at 90 napig, utána megkövenni. Oké?
ez mint újdonság így mindenképpen említésre méltó. Aztán ha már Windows 8-nál tartunk, ugye a táblagépek piacán is némi változás fog bekövetkezni, hiszen mint tudjuk, a Windows 8 ARM processzorokra kiadott verziója is hát teret fog majd hódítani, legalábbis ezt várják a szakértők, hiszen a Microsoft táblagépeket is fog forgalmazni ezzel az operációs rendszerrel, és állítólag nagyon olcsón, szinte fillérekért adja majd a Windows 8-as táblagépeket a Microsoft. Ez egy ilyen kérdés és kijelentés egyben. A Microsoft lehet, hogy nem csak magát az új operációs rendszerét, a Windows 8-at fogja korábban elképzelhetetlenül alacsony áron adni, de nem kizárt, hogy a táblagépeket is hasonló kedvező árfekvés mellett fogja piacra dobni. A legújabb egyelőre még meg nem erősített hírek szerint ugyanis a Surface táblagépek közül a legolcsóbbakat már akár $200, tehát kevesebb mint 50 ezer forintért meg lehet majd vásárolni október 28-a után. A hihetetlen alacsony, de ennek megfelelően fenntartásokkal kezelendő árral, ha igaznak bizonyul, Redmond komolyan alávághatná nem csak a piacon lévő más Windows futtató táblagépeket és az iPad-et, de még az Google Android rendszerre érkező konkurenseit is. Bár a kereső óriás gyakorlatilag szintén ugyanennyiért árulja június végén bemutatott saját márkás androidos táblagépét, ugye a Nexus 7-et, nem kérdéses, hogy azonos árszint mellett a két alternatíva közül melyiket részesíteni előnyben a potenciális vásárlók legnagyobb része. Az említett ár tükrében ráadásul hirtelen elérhetővé válna, hogy érthetővé válna, bocsánat, hogy miért is orrolt meg annyira több gyártó is a Microsoftra a saját táblagépe kiadása miatt, és adott ennek hangot az elmúlt hetekben. Az ilyen árfekvésű táblagépek piacra dobásával ugyanis Redmond olyan árversenyre kényszeríteni őket, amelyek során a gyártók legtöbbje kénytelen lenne gyakorlatilag minden profitjáról lemondani, szinte önköltségi áron árulni konkurens táblagépeit, ha azokból továbbra is el akarna adni nagy mennyiségbe a piacon. A Microsoft számára a haszon drasztikus lecsökkenése önmagában nem jelentene gondot, mert ő akár jelentős plusz bevételt is remélhet szinte minden egyes táblagéphez az ahhoz kapcsolódó új alkalmazás boltjából, a konkurens gyártóknak azonban gyakorlatilag nem lenne módjuk az eladáskor realizálhatón kívül plusz profitra szert tenni a későbbiekben, ami miatt komoly versenyhátrányba kerülnének a Microsofttal szemben, legalábbis az alsó szegmensekben. Microsoft egyébként szerdán egy hosszú blogposztban részletezte, hogy milyen főbb paraméterekkel fog majd érkezni a saját gépe, amely ugye Windows RT, tehát RT-s operációs rendszerrel fog futni. Ezek szerint az új Windows-t futtató táblagépek legtöbbje azonos alapterület mellett vékonyabb lesz, mint az iPad 3, és jóval több ideig, akár 13 órán keresztül is képes lesz egyetlen töltéssel működni. Ugyanakkor minden Windows RT tablet rendelkezni fog a Microsoft által már korábban demonstrált úgynevezett Connected Standby üzemmóddal is, amely az eszközök gyakorlatilag a kikapcsolt állapotához közelivé tudják majd csökkenteni a fogyasztásukat, hogy közben azonnal visszakapcsolhatók maradnak, és a háttérben tovább tudják futtatni a programokat. Tehát egy ilyen iszonyú energiatakarékos üzemmód is rendelkezésre állhat. Ennek ebben a speciális módban a táblagépek üzemideje akár 400 óra fölé is nőhet majd, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy alkalmi használat mellett akár 1-2 hétig is bírhatják majd a működést egyetlen töltéssel. Ez azért elég durva szerintem. Miközben szükség esetén 1-2 másodperc alatt újból teljesen bekapcsolt állapotba tudnak majd váltani. Az iPad vagy az Android táblagépek esetében ilyenkor esedékes, akár percekig is eltartó bútolás helyett. A Windows RT a táblagépek ráadásul, Windows RT is táblagépek ráadásul ebben a kvázi kikapcsolt állapotban is továbbra is le tudják tölteni például a leveleket, illetve egyéb friss információkat az internetre, amit a konkurensek nem tudnak megtenni, ugye alvó állapotban. A Microsoft saját Surface táblagépe a Windows 8 bemutatásával egy időben, rá egy pár napra, október 28-án válnak majd megvásárolhatóvá, de a cég partnerei is ezt fogják majd egyébként, illetve ekkor fogják majd a saját Windows RT-s táblagépeiket bemutatni. Úgyhogy érdekes lesz ez a Surface, kíváncsian várjuk egyébként, ha valóban ilyen lesz, amilyennek mondják, ilyen hosszú üzemidővel és
tényleg ilyen kialakításban fog érkezni, akkor valóban elég nagy konkurense lesz az iPad 3-nak majd. Úgyhogy kíváncsian várjuk tényleg a Surface-t, mint úgy. És hát mivel ugye Windows 8, ami a táblagépeken is, asztali gépeken is, laptopokon is, sőt ugye a phone verzió majd elvileg mobilokon is elérhető lesz, gyakorlatilag egy egységes platformot kapunk, mégis külön-külön platformokon tudjuk őket futtatni. Ebben azért van némi reláció, én úgy érzem, úgyhogy kíváncsian várom tényleg, hogy mit hoznak ki belőle a Microsoftos srácok. Jó, na, hát ennyit első körben a hírekről. Ránézzünk a Facebookra, hogyha érkezett kérdés, akkor ezekre természetesen válaszolunk. Itt van velünk Zsolti. Szia, Wendy! Windows 7 oprendszeren hogy tudok megszüntetni partíciót? Ott egy Vinyó 4 partícióra van szedve, és szeretném újból egyé varázsolni. Kész szenvedés, eddig XP-t használtam, jó a műsor, köszi a segítséget. Hát XP-n még nagyobb szenvedés lehetett, mert ott ezt meg se lehet csinálni, ugye? Csak valamilyen partition magic, vagy valamilyen szoftverrel. Ugye a Windows Vista, illetve a Windows 7 már támogatja a partíciók méretének változtatását menet közben. Úgyhogy igazából a lemezkezelőben kell elmenned, és ott tudod változtatni a partíció méretét, illetve akár össze, tehát egyesíteni, összefésülni partíciókat, ha négy partíciód van most éppen, akkor ezeket össze tudod fésülni. Hát érdemes előtte az adatokat azért lementeni, mindig az a legbiztosabb természetesen. És úgy tudom, hogy csak Service Pack 1-nél működik az, hogyha a rendszer Winchesterhez is hozzá akarsz nyúlni, és azt is particionálni szeretné, tehát azt is ki szeretnéd terjeszteni, vagy éppen hogy csökkenteni szeretnéd a méretét. Ha az egy aktív rendszer partíció, akkor azt alapból nem fogja hagyni, csak és kizárólag, miután már a Service Pack fenn van a Windows 7-en, akkor fog ez működni. Ugye ez a múltkor jöttünk rá erre, én alapból ezt nem tudtam, és az egyik néző, aki ezt így kipróbálta, ő világosított fel még engem is arról, hogy a Service Pack 1-el ez minden további nélkül működik, az előtte lévő verziókkal viszont nem, tehát a rendszer partíciót nem méretezhető, csak a többi. Viszont a Service Pack után már az is. Úgyhogy ezt mindenképpen nézd meg előtte, és hát utána meg te döntsd el, hogy hogy szeretnéd. Négy partíció az valóban kicsit soknak tűnik, vagy hát ki tudja, hogy milyen módon használ ugye a Winchester, de én általában ugye kettőt szoktam javasolni, egy rendszer és egy adott partíciót. Ennél többet most minek az ember, már se tudja utána melyik meghajtól, amit pakolgat. Aztán Péter. Csáó, egy kérdésem lenne. Még múltkor írtam, hogy veszek egy új hűtőt, mert a régi csapágyas lett, és a processzoromhoz, ami egy Athlon AMD X2-es, 4 magos processzor, 3 GHz-es, amit vettem hozzá, az egy, és itt leírtad, hogy milyen hűtő, még nincs beleszerelve, de kompatibilis vele a fordulatszám, 3200-as aktív hűtés, nem tudom, jó-e hozzá, mert a foglalat ugyan jó, de nem igen értek hozzá, és ebben kérnék segítséget. Hát így látatlanban, ezt én sem tudom neked megmondani, hogyha AMD procihoz való, akkor gyakorlatilag, ha jól látom, itt a kompatibilitás szempontjából, hogy az AMD AM2 AMK 8-as verziója az jó, akkor elvileg az szinte minden AMD-t lefed, tehát innentől kezdve szerintem jónak kell lennie hozzá, tehát a foglalat is stimmel, akkor igazából más ott nem kell stimmelnie, illeszkedik rá, onnantól kezdve jól kell, hogy működjön bele. Úgyhogy szerintem ettől ne félj, próbáld rátenni szépen a helyére. Aztán Rodi írja, sziasztok, én már megkaptam az Adobe Flash Player frissítést. Igen, ez ma volt esedékes, ha jól tudom, hogy egy elég nagy frissítést adott ki az Adobe, ugye a flashes részekhez. Én sok változást nem vettem észre, nekem is frissült, de igazából a korábbival sem volt különösebb bajom, viszont azoknak, akiknek korábban a böngészőjükben volt esetleg probléma videó lejátszással, túl sok összeomlás volt flash szinten, nekik mindenképp érdemes frissíteni, és nem csak bővítményként, hanem tessék leszedni a régit, sőt a bővítményeket is eltávolítani, és újra felhúzni az Adobe Player-t, majd ő bővítményként bepakolja magát természetesen a böngészőbe is, úgyhogy így tudod lefrissíteni, mert nehogy aztán itt a bővítmény a régi maradjon, maga a Flash Player meg az új, és akkor onnantól kezdve meg lehet, hogy még több gond van vele, mindenképpen a legújabbat tessék feltenni, úgyhogy főleg azoknak mondom, ezt mondom, akiknek a böngészőjükkel korábban gond volt videó lejátszás esetén.
Gergővel folytatjuk. Szerintem a Windows 8 elég erőszakosan kíváncsi az adatainkra, ismerőseinkre, és a hotmailes fiókkal akar velünk belépni, ránk erőltetve az ő szolgáltatásait. Ez annyira nem meglepő egyébként, hát ezt ne lehet akár erőszakosnak is nevezni, de végül is valahol érthető a történet, hiszen manapság ez az egész felhős szolgáltatási rendszer, illetve ugye a live szolgáltatás a Windowsnak, ez teszi lehető, hogy olyan teljes körű szolgáltatásként tud használni azokat a dolgokat, amik akár az internettel kapcsolatosak, illetve a gépeden is gyakorlatilag ugye majdnem mindegyiket csinál. Tehát, hogyha veszel egy Mac-et mondjuk, ott ugyanez a helyzet, tehát csak ott a Mac-es iCloud és társaira erőltet rá gyakorlatilag, Android esetén meg ugye a Gmail-re, tehát vagy gyakorlatilag a Google-re, hát ez minden szolgáltatónak a sajátossága, hogy a saját szolgáltatásait próbálja promózni, hogy nem másnak a szolgáltatásait vegy igénybe, hanem ők is adnak ilyeneket, akkor használd azt. Nem kötelező, tehát senki nem mondta, hogy a hotmailes fiókkal kell bejelentkezni, lehet használni más szolgáltatást is, de ő ezt alapból felajánlja, hiszen be van építve a rendszerbe. Szerintem ezzel különösebb gond, mint úgy nincsen. Jó. Frissítünk egy nagyot. Na itt mi történt? Tominál. Hello Wendy, felraktam az XP-t, de most a Chrome böngészőben van egy kis hiba. Flashes oldalakon nagyon érdekes dolgok vannak, mintha vízszintesen el lenne vágva a kép, rá lenne tolva néhány pixellel. Ez csak a flash ablakon belül van így, ráadásul mindez ugrális. Előtte semmit nem tapasztaltam, vajon mit lehet ilyenkor csinálni? ATI kártya driver, tessék frissíteni, ugyanis szerintem ATI kártyád van, így találomra mondom neked. Ezzel én is találkoztam már, az új flash player, de nem a legújabb, hanem az egyen régebbi. A legújabb nem tudom még, nekem ezen a gépen nem csinált ilyet, bár ebben Nvidia-s kártya van. Másik gépben be ATI kártya van, ott én is tapasztaltam ilyen ugrálást, főleg videó lejátszásnál. Ez a flash playernek a hibája, illetve az ATI kártyának a vezérlőjével gyakorlatilag, tehát a driverével van valamiféle baja. Hát most vagy tessék a videókártya driveredet frissíteni, vagy próbáld meg először az új flash playert, mert lehet, hogy ezzel aztán megjavul minden, úgyhogy meg is szűnik ez a probléma. De mást így hirtelen ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Jól néz ki a desktopod viszont, vagy ez nem tudom micsoda, amit te most itt átküldtél. Képként. Ja, ez egy weboldal. Jó, oké. Okay. Egy böngészőből nézve. Oké. Okay. A YouTube-on lekonvertáltam egy 4K minőségű videót, és egyszerűen nem indul el most, az mennyivel jobb, mint a 1080p? Hát sokkal. Hát ugye a 4K az a 4096-szor, nem is tudom hirtelen mekkora felbontás, 3500 valamennyi, valami ilyesmi a felbontásnak a nagysága. Hát ez egy jóval nagyobb felbontású videó, mint a HD. Ugye a HD az az 1920x1080-as, az a Full HD. Na most akkor a 4000, az számolt ki, az több mint kétszerese, illetve hát hogyha ugye horizontális területeket is nézünk, akkor majdnem, hogy négyszerese minőségbe, illetve felbontásba. Hát persze, hogy azt nem olyan egyszerű csak úgy használni, a gépet sem fog megmoccanni alatta valószínűleg, tehát az már minimum 4 magos processzor kell, hogy egy olyan videót egyáltalán normális tömörítéssel le tudjál játszani. Jó? Tehát ez még nem a mai gépekre van kitalálva. A 4K mint úgy, hát a 8K meg pláne nem, úgyhogy ezzel még várjunk, én úgy gondolom. Oké? Okay. Kicsit korai még ennyire előre rohanni. Aztán ATI kártya van. Köszönöm szépen, megpróbálom, írja Tomi. Igen, mondom, ez lesz a gond, ezt már én is tapasztaltam igazából, úgyhogy ezt próbáld meg megoldani, illetve még azzal szoktak gondok lenni, a több monitor van rákötve egy videókártyára, nem minden esetben tudja normálisan számolni két monitorra a dolgokat, és akkor ez ugyanezt fog eredményezni, flash esetén meg pláne. Úgyhogy mondom, mindenképpen próbáld meg frissíteni a videókártyádnak a driverét, illetve a flash playert is, ha már van belőle új pont most, lehet, hogy akkor ez meg is oldotta rögtön a problémát. Aztán Kálmán van itt velünk. Szia Wendy, nekem egy olyan problémám lenne ezzel a géppel. Dual Core 2-5-ös, 2 giga RAM, 8400 GS 100, 512 megás videókártya.
Elindítok egy Portál 2-t, Bad Company-t, és meg még van pár ilyen, és bármi hiba üzenet nélkül kidob a játék, pedig minimum grafikán játszok előre is, köszi. Hát erre nem tudom megint mit mondani. Videókártya driverre tudok megint csak gondolni. Tehát az Nvidia Control Center fönn van a gépeden. Ezt úgy mindenképpen le kéne ellenőrizni, illetve hát a hozzávaló, teszem hozzá, mert nem biztos, hogy az Nvidia oldaláról kell, bár az Nvidia-nál tény, hogy kompatibilisek ilyen szinten a kártyák egymással, mint az Atik esetében, de célszerűen a gyártó oldaláról letölteni a megfelelő drivert, ha egyáltalán ugye ezzel kapcsolatban van ez a probléma. Egyébként meg fogalmam sincs, tehát most így gondold el, föltelepíted a játékot, eredeti lemez, ugye természetesen gondolom én, és akkor onnantól kezdve az miért nem menne? Tehát, hogy így egy programról beszélünk, amire klik-klik és elindul. Ha klik-klik és nem indul el, ott valami nagy gáz van, vagy a program nem a megfelelő, mert mondjuk esetleg valami kétes forrásból származik, vagy pedig valamilyen DirectX, tehát ilyen videókártyás probléma lehet még a háttérben, ez pedig csak akkor fog megjavulni, ugye, hogyha a normális Nvidia-s driver fönn van a gépeden, ugye ATI kártyásoknál ATI driverről beszélünk, de Nvidia-soknál Nvidia oldaláról tessék leszedni a normális drivert, vagy a gyártó oldaláról, ugye a kártyagyártójának az oldaláról. Ha akkor sem megy, akkor nincs ötletem, ha valamelyik összetevők hiányozhatnak még, tehát DirectX, de ez mondjuk a telepítéskor ki kéne, hogy derüljön, mert szerintem már akkor is hisztériázna a gép neked, illetve a program telepítéskor, ha nem találja megfelelő DirectX-et, illetve normálisabb játékok fölteszik maguknak azt a DirectX-et, amivel ők működni szeretnek. Jó, aztán Géza, szia Wendy, két XP-t futtató gépen is tapasztaltam, hogy a Chrome rendszeresen összeomlik, régebbi konfigurációról van szó, frissítésük rendszeres, újrarakás nem oldja meg a problémát, maximum pár napra, mi lehet a gond, előre is köszi. Én is azt használok, bár tény, hogy ezen a gépen Windows 7 van, de van itt XP, amin használunk Chrome-ot, és nincs vele különösebb gond, olyan szokott vele lenni, hogy nem összeomlik, egyszerűen tölt, és nem történik semmi. Ilyenkor üríteni kell az előzményeket gyakorlatilag, és utána már megoldódik. Nem tudom, mi a helyzet egyébként, hogy ez miért csinálja mostában a Chrome, de tény, hogy vannak vele instabilitási problémák. Hát az a baj az XP-kkel egyébként meg, tehát hogy így, már bocsánat, de egyre öregebbek az XP-k. Tehát ugye eddig sem számított már túlságosan új operációs rendszernek, és ahogy megyünk bele itt a 2012-es évbe és így tovább, hát egyre öregebbnek fog számítani, tehát én igazából már nem bazilálnék annyira itt az XP-vel, tessék normális operációs rendszert használni, tehát azért jó, hogy nem Windows 98-on akarunk internetezni, tehát azért kicsit lassítsunk, vagyis gyorsítsunk be ezen, jó? Tehát tudom, hogy régebbi konfiguráció és ott még okés, de hát akkor meg kell elégedni egy régebbi böngészővel. Ugye például a Chrome az SP3 alatt föl sem települ, tehát az XP-ből is legalább SP3-at kell futtatni ahhoz, hogy normálisan működjön. Nem igazán erre vannak ezek már kitalálva, tehát vagy egy régebbi verziót próbálj meg belőle használni és elégedj meg azzal, tehát hogy ha már XP-t használsz, ami szintén nem egy mai operációs rendszer, akkor használj egy régebbi böngészőt, bár teszem hozzá, hogy a böngésző meg mindig magát frissíti, tehát úgyis le fogja magát frissíteni egy idő után, ha csak nem kapcsolod ki, de általában nem is nagyon lehet. Hát vagy próbálj meg alternatív böngészőt, nem tudom, én nem tapasztaltam ilyet, hogy összeomlana, és mondom, én is használtam XP-n, vannak vele gondok, olyan gondok, ami Windows 7 alatt egyáltalán nincsen, de hát valószínűleg ez annak tudható, hogy az XP már nagyon régi operrendszer, mint úgy. Úgyhogy lehetséges, hogy ideje lenne frissítgetni a dolgokat, már hogy hardveresen is, nem csak szoftveresen. Oké. Aztán... Közben Kámit válaszolta az előbbi probléma után kérdezettekre, méghozzá, hogy driverek meg DirectX és a legfrissebb ilyeneket mind megcsináltam, a pontos helyzet az mindennél ez van, játszok és megy 5-10-15 akár fél óráig is, majd visszadob az asztalra, páran azt mondják, hogy a proci hűtési gond, de esélytelen, mert még plusz-plusz hűtés is van a gépben, akkor meg táp. Tehát, hogyha nem, mert igen, én is arra tudtam volna második körben tippelni, hogy valamiért esetlegesen túlmelegszik a géped,
De ha nem túlmelegedésről van szó, akkor ugyanezeket a jelenségeket tapasztaltod akkor is, hogy te kevés a tápod. Tehát nem elég a teljesítmény a tápnak, és ugye nagyon hajtja a videókártyát, nagyon hajtja a procit, pláne a plusz hűtés, az még jobban fogyaszt ugye az akkumulátorról, miről beszélek, tehát a tápegységről még több teljesítmény kell hozzá, hiszen azokat a ventilátorokat is meg kell hajtani. Érdemes lenne azért hőmérsékleteket nézni, mert lehet, hogy vannak hűtők a gépbe ugyan pluszba, de ha nem jól vannak behelyezve, akkor attól gyakorlatilag semmit nem ér, csak plusz zúgást tapasztalsz, de jobban nem fogja hűteni, tehát ez is lehet. Vagy mondom azt, hogy esetleg a táp teljesítménye lehet, ami még necces, illetve hát amit az előbb is elmondtam, hogy játékokon belül is lehet esetleg hiba, pláne hogyha esetleg nem megbízható forrásból van, bár én nem akarok semmilyet feltételezni, de ha esetleg így van, akkor ennek is betudható a dolog. Úgyhogy nem lepődök meg ilyesmin. Én ugye ezért szoktam mondani, hogy a számítógép nem játékra való, arra ott a konzol, számítógéppel, számítógépes játékokkal, hát az ilyen problémák, most őszintén mikor csinál ilyet egy konzol, hogy fogja magát és kilép, hova először is. Tehát, hogy így ezek szerintem nem túlságosan jó dolgok, és hát ez a különböző innen-onnan összetákolt gyakorlatilag, és most itt a tákolt, tehát az persze idézőjelbe téve tessék tenni, tehát hogy különböző típusú videókártyák, a különböző memóriák, a különböző alaplapok, a különböző, tehát inkompatibilis eszközök vannak, amik nem mindig működnek normálisan együtt egymással, és akkor még utána a játék is persze különösebb beállításokat is igényelhet, hiszen a játékon belül is lehet állítgatni a dolgokat, az, hogy minimum grafika, mert azt írtad, hogy minimum grafikán játszol, az sem biztos, hogy jó. Tehát lehet, hogy egy kicsit feljebb kéne venni azt a grafikát, hogy a videókártya is tudja a saját dolgait kihasználni, ugyanis van egy csomó olyan helyzet, amikor, hogyha minimálra veszed a grafikát, akkor gyakorlatilag elveszed a videókártyától a segítési, vagy rásegítési lehetőséget, és a processzorral számoltatsz, ami nem minden esetben működik jól. Tehát lehet, hogy pont, hogy és gondolok az ilyen élsimításokra, tehát ilyen anti-aliasing és stb. Tehát amikor a játékon belül ugye a grafikának a szépségét pluszba adják, hát ezeket nem érdemes prociból számoltatni, mert egy a processzor ezen nagyon megszenved, vagy egyáltalán nem számol ilyet, és ott meg nagyon ilyen rasteres a grafika. Hát tessék rábízni a videókártya, azért nincs egy olyan rossz videókártyád, tehát lehetséges, hogy sőt, ennek ki kéne, hogy tudja számolni egy jó közepes grafikán is a dolgokat, tehát szerintem ne a legalacsonyabb grafikán használd alapból. Furcsa, de még lehet, hogy hidd el, hogy lehet, hogy még jobban is fog menni, de gyanakszom arra, hogy itt táp probléma lesz, tehát ez a kilépés, meg ilyenek, nem tudom azt, hogy fagyni szokott-e, vagy kék halálozik-e, vagy csak kidob a képernyőre, ilyen gondok vannak, és több játéknál is, hát az gyanús, igen. Nem tudom. Nem tudok rá mit mondani. Na. Viszont nézzünk még híreket. Hol vagyunk? Akartam nektek mondani, de nem itt van, hanem az Indexen láttam én egy jó hírt. Méghozzá. Lehet, hogy már mondjuk tegnap beszéltünk róla. Na, nem beszéltünk róla, csak akartam róla beszélni. Ugye, hát egy újabb csevegő szolgáltatás, közösségi csevegő szolgáltatás van kialakulóban, illetve hát annyira nem kialakulóban, mert már létezik, de új kihívója lesz a Twitternek és a Tumblr-nek, képzeljétek el. A Medium néven indít új mikroblog szolgáltatót, Evan Williams és Biz Stone, a Twitter és a Blogger két társalapítója. Williams szerint az új szolgáltatásnál az elmúlt 13 év tapasztalatait és az emberek igényeit figyelembe véve gondolták át a tartalom megosztás jelenlegi formáját. Nem tudom, milyen újdonságot lehet még ezzel kapcsolatban kitalálni egyébként. Ez azért nem teljesen fedi a valóságot, a CNN szerint a Medium elsősorban a már meglévő közösségi oldalak, tehát a Tumblr, a Blogger, a Reddit, illetve a Pinterest a legnépszerűbb funkcióit gyúrja egybe, és összekapcsolták a Twitterrel. A Medium megjelenése még inkább a maximalista, vagy a minimalista Tumblr-re, vagy WordPress-re hasonlít. A posztokat ugyanúgy témák szerint lehet csoportosítani egy kollekcióba, mint a Pinterestnél, és azokat a közösség szavazati alapján alakuló népszerűség szerint rendezi, mint a Reddit vagy a Dig. Tehát gyakorlatilag összegyúrtak itt egy itt többféle szolgáltatásnak a profiljait.
és azokból próbálnak valamit kihozni. A szolgáltatás motorja egyértelműen a kollekciók, amiben témák szerint lehet keresni. A médium így nem igazán alkalmas az egyének posztjainak követésére. Ha valaki rákattint egy felhasználói névre, nem annak kezdő oldalát adja ki, ahogy azt megszokhattuk, hanem a Twitter fiókját, ahol keresni lehet a médiumra posztolt bejegyzések között. A kollekciók logikusan lettek kitalálva, jelenleg olyanok vannak, mint a When I Was a Kid, amiben gyermekkori képeket lehet például tárolni, vagy a This Happened to Me, amiben sztorikat lehet megosztani, vagy például az I Am H.O., ami a szerkesztők szubjektív válogatását tartalmazza. A készítők szerint az új szolgáltatással nem a megosztás újrafogalmazása volt a céljuk, inkább minőségileg akarták felturbozni a tartalmokat. A médium jóval több helyet biztosít a felhasználóknak a 140 karakteres posztokra korlátozott Twitternél. Emellett, mivel nem az egyénre épül, a felhasználókon nincs nyomás, hogy rendszeresen, így akár átgondolatlanabbul is posztoljanak. A szavazással a kollekciókból a felhasználók többsége által legjobbnak tartott tartalmakat emelik ki. Egy az egybe csoportokra is szervezi a felhasználókat, akár csak egy újság rovatainál. Mivel a szolgáltatás hivatalosan még nem indult el, a médiumra egyelőre csak néhány szerencsés kiválasztott posztolhat. Twitter fiókjával azonban bárki szabadon regisztrálhat a böngész és böngészet a tartalmak között, vagy akár szavazhat is. Hát nem tudom, ez engem annyira nem érint, mert én nem csiripelek, tehát ugye a Twitter az ugye nem teljesen arra való, mint mondjuk. Vagyis hát arra való, amire a Facebookot is szokták egyébként az emberek használni, meg én is, tehát ha posztolni akarok valamit, ezt a Facebookra szoktam általában megtenni. Tehát ilyen nyögéseket, hogy éppen hol járok, hogy hello, vagy nem tudom, most ilyeneket minek csiripeljek ki magamról. Tehát azért ennyire szófosásom még nincsen. Úgyhogy a Twitter az inkább azoknak van, akik ilyen SMS-ben szeretnek beszámolni, akkor SMS hosszúságú üzenetben szeretnek beszámolni arról, hogy éppen mi van velük, és nem akarnak fotókat megosztani, meg ilyenek. Na most gyakorlatilag ez a médium is hasonló lesz, csak éppen ezeket a posztokat ugye valahogy egységesíti, vagy összefogja, és rendezi. Na most ezt nem értem egyébként, hogy ennek milyen értelme van. De biztos, akik használják, hogy ennyire bloggermániások, tehát ilyen rövid blogolásokat szeretik, bár ugye ennél a médiumnál pont, hogy nem kell majd már röviden blogolni, akkor az lehet, hogy majd használják. Én nem látok ebben már relációt, úgy, ahogy a Twitterben sem. Érdekes módon egyébként a Twitter nagyon megy az Egyesült Államokban, meg Nyugat-Európában. Itt Magyarországon nekem nincs olyan ismerősöm, aki használná, egy-kettőt kivéve. Persze mindenki regisztrál van oda is, mert mi ez, az ember úgy járkál, regisztrálgat, próbálgat, pláne össze van kötve a Facebookkal, tehát akár még azon keresztül is lehetne írni, és akkor kimegy még a Facebookra is akár, vagy még a Google Plus-ra is, de igazából minek? Tehát, hogy így annyi közösségi oldalra tök felesleges már posztolgatni, vagy én nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én bőven megelégszem a Facebookkal, hogyha egyáltalán ilyen szinten közösségi életet akarok, de már azt is unom, teszem hozzá. Tehát, hogy uncsi néha. Telefonunk van. Halló, halló! Halló! Halló, kedves telefonáló! Halló! Szevasz, parancsolj! Halló! Én itt vagyok. Szia, Endi Lajos vagyok. Szia, Lajos! Hallasz jól engem? Jól hallak. A tévédet halkíts le, és a telefonon azt keresztül hallani. Azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon jól mondtad az előbb, hogy általában a gyártó oldaláról lehet megfelelő drivert letölteni a videókártyákhoz. Uh-huh. A konkrét esetem az enyém, nem tudom, mondhatom a márkát itt? Mondjad. A videókártya márkáját mondhatom. Mondjad, persze, mondjad. Ja igen, rosszul hallottalak. Tehát Asus van meg, Asus videókártya van, és kizárólag a saját honlapjáról feltett NVIDIA-s különben a kártya. Drivert fogad el, hiába van az NVIDIA-nak jóval hamarabbi vagy jobb frissítése, nem is indul el vele. Uh-huh. A másik téma, ami a Chrome-os kollégához kapcsolódik, hogy ha rendesen karba van tartva az XP SP3-as, a Chrome-nak a legújabb frissítése is tökéletesen megy vele. Igen, én is ezt mondtam, tehát én is használom. Ennyit akartam hozzátenni a dolgot. Uh-huh. Köszönöm szépen, Lajos, hogy így megerősítettél. Gyakorlatilag ugyanezeket mondtam el én is.
és ezek szerint te is így módon jártál el, és neked is tök jól működik, de hát ez a normális valamilyen szinten, úgyhogy köszönöm szépen a megerősítést, meg hogy hívtál. Szia-szia! Szia, köszönöm szépen! Na, tehát akkor igen, ismételjünk meg, csak azért, hogy ha már megerősítjük, akkor erősítsük meg még egyszer. Tehát valóban érdemes ugye videókártyák esetében a gyártó oldalára ellátogatni és onnan letölteni a drivert, mert valóban, ahogy Lajos is mondta és tapasztalta, és én nekem is ez a tapasztalatom, nem mindig a legfrissebb ATI vagy Nvidia driver, mind a kettő kiadónál, illetve chipgyártónál ez igaz. Nem mindig minden videókártyához jó az általános Nvidia-s vagy ATI-s driver, ezért célszerű a gyártó oldaláról letölteni, tehát ha egy Asus videókártyád van, akkor az Asus oldaláról, ha egy Zafir, akkor a Zafir, ha egy MSI, akkor egy MSI, és sorolhatnám, milyen videókártya típusok léteznek, illetve a gyártók. Az ő oldalukról kell leszedni mindig az adott kártyához szükséges legfrissebb driver, ami gyakorlatilag hozzá van optimalizálva az adott hardverhez. Az általános driverek egészségedre, az általános driverek azok nem minden esetben működnek. Van amelyiknél igen, általában a nagyobb szériáknál és a komolyabb videókártyáknál, tehát ott mindig a legfrissebbre mennek rá. Tehát a legfrissebb kártyáknál lehet, hogy jól működik az általános driver is, viszont sajnos a régebbieknél, vagy az ilyen módosított kategória videókártyáknál, amik ilyen olyan módon módosítva vannak, vagy pont, hogy tuningolva, vagy pont, hogy butítva, azoknál a kártyáknál az általános driver nem nagyon szeret működni. Ezért van, hogy a gyártó ír hozzá egy külön drivert az adott kártyához, és azzal kell használni, azzal megy a legoptimálisabban. Oké? Gyakorlatilag ennyi, illetve hát az XP meg a Chrome használatáról megmondom, én se tudom, hogy miért vannak néhány emberkinek problémái vele. Én is használom XP-n, nincs vele gond, működik. Vannak vele néha persze, több összeomlás van valóban, mint mondjuk Windows 7 alatt, de pláne ugye a flash-ek esetén, de ugye ez több mindennek tudható be, leginkább annak, hogy az XP már egy ősrégi operációs rendszer, tehát nem arra fejlesztenek, és bár fut rajta, de azért Windows 7-en sokkal optimálisabban. Oké? Okay? Na, aztán megyünk tovább, ha már Chrome-nál tartottunk, akkor ugye a szokásos Chrome feltörési dolgok következnek, hiszen mindig csinálja a Google. Megduplázza a Google azt a díjalapot, amit a Chrome-ban talált biztonsági rések megtalálóinak ajánlanak fel. A Powernium 2-re keresztelt verseny október 10-i malajziai Hack in the Box konferencián rendezik majd meg, ahol a cég $2 millió készül szétosztani a biztonsági réseket felfedező hackerek között. A Google $60,000 fizet a Chrome-ban biztonsági hibákért, emellett $50,000 azért, ha valaki úgy töri fel a böngészőt, hogy ahhoz a böngészőben talált bug mellett egy másik, akár Windows-ban vagy más programban talált hibára is szüksége van. A Google állítása szerint a verseny célja részben az, hogy a biztonságosabbá tegyék a webet a felhasználók számára, ezért $40,000 fizetnek azoknak is, akik nem a Chrome-ban, hanem más programokban, például a Windows-ban vagy a Flash-ben találnak hibát. Figyeled? Nem is a saját programjukban találnak hibát, akkor is fizetnek. Emellett a próbálkozást is díjazzák, ezért az olyan találatokért is fizetnek, amik nem jelentenek biztonsági kockázatot. Csak ha figyelemfelhívás, hogy igen, jó irányba haladtok. A Google márciusban már meghirdetett egy hasonló versenyt, az akkor felajánlott $1 millió díjalapból végül $120,000 fizettek ki két hackernek, akik komoly biztonsági réseket találtak a cég böngészőjében. Úgyhogy hát nem is tudom igazából, persze megint jöhetnek az összeesküvés elméletben hívők, hogy akkor na majd azért fizetik ki, hogy még lehet, hogy inkább tesznek bele plusz dolgokat a böngészőbe, amivel még inkább adatokat lehet lopni a felhasználóktól, és ezt mondjuk hackerekkel akarják beleíratni a szoftverbe. Én azért bízom benne, hogy valóban azt a célt szolgálja ez a díjazás, hogy tényleg a hibákat szűrjék ki, ez viszont innentől kezdve viszont abszolút nemes dolog, én úgy gondolom, hogyha egy olyan biztonságos böngészőt akarnak végre létrehozni, amivel mindenkinek az adatai biztonságban lehetnek. Úgyhogy ennyit a Chrome-ról. Frissítgessük mindenképpen. Aztán kalóz szervert foglalt le a NAV.
Kérem szépen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal lefoglalta a Cinema Store nevű oldal szerverét, azóta a site nem üzemel. Az Asva Info híradása szerint a Cinema Store korábban BitTorrent tracker volt, újabban azonban már fórumként is működött, ahol filmek letöltésére mutató linkeket osztottak meg egymással a látogatók. A lefoglalásról az oldal üzemeltetője maga számolt be egy blogbejegyzésben. Ebben azt írja, hogy ugyan hozott bevételt neki a site, de olyan minimálisat, hogy abból a fenntartásának költségeit is alig tudta fedezni. A Cinema Store szervereit 3 évvel ezelőtt is lekapcsolták már egyszer, akkor torrent trackerként működő oldal ellen egy jogvédő szervezet bejelentésére járt el a hatóság 2 külföldi film megosztása miatt. Néhány hónappal később azonban a szolgáltatás újraindult, egészen tegnapig, amikor is lefoglalták. Úgyhogy lassan szépen lefoglalgatnak tényleg mindenféle torrent szervert, ami még Magyarországon működik, mert ugye rengeteg torrent szerver már külföldről működik, ezeket kicsit nehezebb lekapcsolgatni, de hát ugye nem is a torrentezéssel lenne itt a gond, ugye? Tehát nem a technológiával, ezt sose felejtsük el, mert ugye csomóan azt gondolják, hogy ez a hír járja a nagyvilágban, és akkor egy kicsit gyújtsunk már fényt az embereknek az agyában, hogy nem a torrentezés illegális, hanem maga a tartalom, amit megosztotok gyakorlatilag. És hiába mondja valaki, hogy ő nem oszt meg semmit, mert csak letöltöget, és ugye a letöltés elvileg nem büntetendő, hogy ne osztaná meg. Ugye maga a torrent peer-to-peer rendszer alapból úgy működik, hogy amit letöltesz, azt vissza is kell, hogy töltsed, hiszen valamennyi, tehát így működik maga a rendszer. Ergo megosztasz, és mivel olyan tartalmat osztasz meg ilyenkor, ami nem a tied, tehát mondjuk egy filmet, egy bármit, amit te éppen letöltesz, ez önmagában nem lenne bűncselekmény. De az, hogy te ezt a filmet már kifelé meg is osztod másnak, innentől kezdve ez már az. Márpedig a torrent alapból így működik. Tehát nem tudsz csak úgy letölteni, hogy csak töltesz, vissza meg nem, mert ugye alapból nem tudnák ott tölteni. Tehát így működik maga a torrent, mint hálózat. És ezzel tényleg az a baj, hogy nem a torrentelés maga az illegális, mert ez a technológia egyébként egy nagyon jó technológia, ez az egész peer-to-peer-es történet. Csak az a baj, hogy azok a tartalmak, amiket ennek kapcsán megosztanak az emberek egymással, ugye ezek a jogvédett tartalmak miatt, mivel nem az ő tulajdonában van általában, innentől kezdve számít illegálisnak a történet. Jó, csak egy csomóan ugye, ezt azért kellett ugye elmondjam, mert egy csomóan azt gondolják, hogy maga a torrentelés az illegális, és hogy ezt nem szabad, meg nem tudom. Attól függ, hogy miről beszélünk, milyen tartalmat szeretnénk letölteni, illetve visszatölteni. Itt az a kérdés, nem maga a technológia. A technológia az nem illegális. Okés. Megyünk tovább, frissítgetek egyet, és jöhetnek a kérdések továbbiakban is. Zsolti. Szia, Vendi, azt olvastam valahol a netes hírek között, hogy a 2013-as megjelenésű Mafia 3 már Next Gen-es konzolokon fog csak futni. No igen, de az új konzolok megjelenése 2013 karácsonyára lett kitolva. Akkor fennállhat, hogy a játék kapható a boltban, de nem lesz mi játszani vele, ez azért kicsit vicces. Hát Zsolti, bevallom őszintén, hogy valószínűleg ezt nem fogják megcsinálni. Tehát vagy húzódik a játék kiadása is, vagy nem ilyen konzolokon lesz kiadva. Egyébként szerintem a konzolok kiadása is húzódni fog még. Bár teszem, ez a 2013 karácsonya, az meg még az elég messze van, tehát addig még bármi lehet. Nem tudom, fogalmam nincsen. Igen? Itt mondja nekem az Andris kolléga, hogy majd PS4-re, meg Xbox 720, így hívják majd, na nézzenek oda. Tehát, hogy ilyenekre fog majd ez kijönni, de hát ez tényleg csak majd 2013-ban valószínű. De hát, hogyha ilyeneket olvasgatsz a hírekbe, akkor ez biztos így van. Én bevallom összetően nem nagyon szoktam játékhíreket olvasgatni, mert engem annyira emeldek a játékok világa. A Gamerzone-os srácokat viszont annál inkább, úgyhogy gamerzone.fixhd.tv, tőlük lehet kérdezni, ha esetlegesen kérdés van. Gábor. Ha beállítom a maximális feltöltési sebességemet 0-ra, akkor az már legális torrent esetében? Bár lehet, és semmilyen hátrája nem lesz belőle az embernek, ha nem valamilyen regisztrációt követő oldalról van a torrent. Gábor, úgy érzem, nem érted. És az a baj, hogy szerintem nagyon sokan nem értik. Tehát itt az elvel van baj.
Nem, de ez nem világos. Tehát mindig keressük a kiskapukat, ezt szeretjük, pláne mi magyarok, ugye most persze nem a gumiszoba, ahol már megint belemenjünk az ilyen témákba, de pont ez a probléma. És nekem ez a bajom egyébként nagyon sok mindennel a világban, aminek hangot is szoktam adni itt akár ebben a műsorban, vagy más műsorokban, hogy nem értitek meg, hogy bizonyos dolgok bűncselekménynek számítanak. Az, hogy ilyen-olyan kiskapukat keresgetünk, hogy hogy lehet megoldani mégis, hogy akkor mégse töltsünk föl, meg nulla, bűncselekmény önmagában, nem trükközni kell, nem csinálni. Vagy hát csináljátok, ti dolgotok, de ezzel bűncselekményt követtek el. Ennyi, nagy B-vel, bűncselek, nem szabálysértés, nem enyebenye, bűncselekmény. 5 és 8 év között terjedő szabadságvesztéssel sújtható, aki szerzői jogokat sért. Érthető? Ennyire egyszerű. Az, hogy innentől kezdve ki mit csinál, ő dolga, én csak el szoktam ezt mondani, jó? És ne a kiskapukat keressük már tényleg. Meg az, hogy hogy lehet mégis megoldani, hogy mégse legyen az, az. Innentől kezdve az. Az, hogy nullával töltesz fel, oké, csak akkor lefelé se fog jönni semmi. Tehát ennél csak ennyi az egyszerű. Az, hogy regisztrációt követelő oldal vagy sem, tök mindegy, hát valamibe MLD-es SMS-be lehet regisztrálni, tehát még fizetsz is a bűnözésért, érted? Tehát fizetsz, plusz még bűnözöl is, tehát hogy így hagyjuk ezeket a torrentes történeteket, mert ezeken mindig úgy fel tudom húzni az agyamat egyébként, amikor meg akarják emberek magyarázni, hogy mégsem bűncselekmény. Hogy ne lenne bűncselekmény, amikor letöltesz egy mozifilmet? Tehát el kell menni a moziba és meg kell nézni, tehát hogy így szerinted, hát akkor miből éljenek a mozik, meg miből készüljenek filmek, amikor senki nem megy el moziba, mindenki megspórolja pénzt, mert letöltögeti az internetről. Hát most... hagyjuk. A programozók meg írjanak minél jobb programokat, meg az operációs rendszer készítők azok írjanak minél több oprendszert, meg különben fikázás van, hogy az rossz, de mindenki letöltögeti, meg illegálisan használja, akkor miből éljenek azok a programozók? Tehát könyörgök. És akkor persze itt lehet azt mondani, hogy a nagy mamut vállaltok, és majd az úgyis sok pénzük van. Persze, mert érdekes módon vannak olyan országok, meg olyan helyek, ahol az emberek azért fizetnek. És ez tök természetes, hogy fizetni kell egy szoftverért, mert ahogy szoktam volt mondani, de úgy látszik, hogy tök mindegy, hányszor mondom el, úgysem világos egy pár emberkinek a számára. Ahogy nem megyünk be a boltba, egy számtech boltba alaplapot lopni, meg számítógépet lopni, úgy miért gondoljuk azt, hogy a szoftvereket lehet lopni? Tehát, hogy így... Mondom, ha valakinek nincs pénze szoftverekre, vagy nem engedheti meg magának, használjon szabad szoftvereket. Léteznek ingyenes verzió szoftverek, legalább ebben ne bűnözzünk már. Jó? Hát, komolyan, hogy mindig a trükközés. Ezért tart itt ez az ország. Mindenki csak trükközik. Senki nem így egyenesen azt csinálja, amit kell. Mindig trükközünk. Hát, komolyan mondom. Húha. Jól van, Gábor. Ezt fel se olvasom inkább már. Tehát, hogy így, mert ez az a baj, ez nem ez a műsor. Tehát, hogy így értem én, hogy ez bűncselekmény, de akkor a és a az micsoda? Hát az is az. Tehát, hogy azért, mert az egyik az, tehát, hagyjuk, mindegy, tehát ezeket nem összehasonlítgatni kéne. Jaj, mamám, jól van. Na, játszunk egyet, mit szóltok hozzá, mert hamarosan vége felé kezd közeledni a műsorunk. Hogy hívják azt az új közösségi oldalt gyakorlatilag, blogoldalt, ami most a Twitter, illetve a Tumblr lekörözésére szánnak a fejlesztők, illetve a készítők, és hamarosan elérhető lesz, ha minden igaz. Ez a kérdésünk volt a hírekben róla szó. 44513-49, tehát ezt az új közösségi csiripelő oldalt, vagy blogoldalt, amely most fog nem sokára debütálni, és a Twitterrel, illetve a Tumblrrel lesz rivális, vagy nekik a riválisuk lesz, ez a kérdésünk. 44513-49, fixes bögre a nyereményünk, méghozzá a fényképesajándéktárgyak.hu felajánlásából lehet ezt megnyerni. Úgyhogy aki vágyik egy ilyen bögrére, az mindenképpen csörögjön nekünk, és mondja meg a helyes megfejtést, nem olyan bonyolult szerintem. Én pedig tovább böngészgetem itt a híreket, meg természetesen a kérdés van, akkor nyugodtan írjatok. Jogsértő a Facebook arc adatbázisa. A német adatvédelmi biztosok azzal vádolják a Facebookot, hogy illegálisan hasonlított össze hatalmas fotóadatbázist a felhasználójukról.
illetve beleegyezésük nélkül, és felszólították a közösségi oldalt, hogy semmisítse meg az arcfelismerésből származó archívumát. Tudom. A Facebook 2011-es blogbejegyzésében hivatalosan azt mondja, arra használja az arcfelismerést, hogy a felhasználók könnyebben tudják egymást bejelölni a saját fotóikon. A beállítások megengedik, hogy letiltsuk ezt a funkciót, ilyenkor az oldal nem ajánlja fel automatikusan arcunk alapján a rólunk feltöltött képeket a címkét. Ez viszont opt-out módszerrel működik, azaz alapból be van kapcsolva az arcfelismerés, és a felhasználónak kell lépéseket tenni, hogy ezt megszüntesse. Németország szerint ez sérti az uniós jogokat. A cég döntése, hogy elemző szoftvert használjon a felhasználók által feltöltött fényképeken található arcok felismerésére, ellentmond az európai jogoknak, ahol az adatvédelmi törvények szerint a felhasználónak kifejezetten hozzájárulásukat kell adniuk ehhez a gyakorlathoz, írja a Times. Németország 2011 júniusában kezdte a Facebook vizsgálatát, amit idén júniusban szüntettek meg, miután az oldal változtatott gyakorlatán és előzetes beleegyezéshez kötötte az arcfelismerést. Az adatvédelmi biztosok szerint azonban a Facebooknak meg kell semmisítenie azt az archívumot, amelyben a korábbi jogsértő gyakorlat, a korábbi jogsértő gyakorlatból származik. A Facebook szerint ezt nem kell megtenniük, mivel az adatgyűjtésük jogszerű Írországban, például a Facebook európai irodájában található. Úgy tudjuk, illetve úgy gondoljuk, az arcfelismerésen alapuló címkézés teljesen megfelel az Európai Unió adatvédelmi törvényeinek, írja válaszában a közösségi oldal a Times-nak. Németország kiszabhat bírságot az oldalra, vagy beperelheti a Facebookot, ezzel kényszerítve ki a változtatásokat. Ez viszont bonyolult jogi folyamat lenne, mivel a Facebookot az Egyesült Államokból igazgatják. A közösségi oldal egyelőre annyiba ment bele, hogy alapból kikapcsolják a címkézési szolgáltatást a július 1-e után regisztrálóknál. Ti használjátok ezt? Hogy alapból? Az arcfelismerőt? Tehát egy fényképnél? Be van kapcsolva? Nem tudom, én nem is néztem, hogy nekem be van a kapcsolva. Tehát, hogy vannak emberek, és valahol jogos teszem hozzá ez is, tehát hogyha valakinek a jogait ez sérti, legyen erre lehetőség, hogy ez kikapcsolható legyen. Most az, hogy egy szolgáltatásban ez be van-e kapcsolva, sincs, ezzel csak egy bajom van, és bár ugye mondhatnánk azt, hogy a törvény ugye teljesen mást mond ki megint, de ez egy ingyenes szolgáltatás. Tehát ha valakinek nem tetszik, hogy bizonyos dolgok hogy működnek egy Facebookon, akkor ne regisztrálja, ne használja. Tehát most ez milyen már, hogy valaki meg akarja mondani egy oldalnak, ami egyébként egy szolgáltatás, hogy az hogy működjön. Tehát, hogy így, na mindegy. Telefonunk van. Halló, halló! 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 Szia, hallunk! Szia, Vendi, Kámi vagyok, játékra jelentkeznék. Na Kámi, mi a megfejtés? Zuppa! Micsoda? Zuppa! Nem ért. Hát nem. Nem az a megfejtés. Bakker pedig még rá is kerestem. Hát pedig most volt róla szó, úgyhogy nem figyeltél eléggé, mert hírekben volt róla szó. Úgyhogy átadjuk másnak, jó? Átadjuk másnak a lehetőséget, de azért köszi, hogy hívtál. Hello, hello. Nos, tehát még egyszer a kérdést akkor, mert ezek szerint nem volt egyértelmű. Hogy hívják azt a új közösségi oldalt, vagy végül is ilyen blog oldalt, amely most frissen fog megjelenni nem sokára, debütálni, és a Twittert, illetve a Tumblert igyekszik riválisává tenni, illetve lenyomni. Most volt friss hír. Hát több ilyen oldal van egyébként, ezt teszem hozzá, de egy mostani próbálkozásról szeretnénk, hogyha mondanátok nekünk hozzá egy nevet, jó? 44-51-349 ez a telefonszámunk. Na, ha nincs megfejtés, akkor még van időtök, úgyhogy nyugodtan hívjatok, direkt előbb tettem fel a kérdést, hogy legyen idő utána nézni, bár teszem hozzá, hogy nem vagy bonyolult, milyen bonyolult ezen. Jó. Nincsen kérdésünk, úgy látszik, hogy mindenki megijedt. Leüvöltöttem a hajatokat, a bűncselekménnyel. Jó van, azért nem. Tessék? Kérdezni szabad, persze, meg így bárki, mert mindenki azt sem, amit akar, csak így közlöm, ezt azért kezdtem egy mondani, mert mondom, tehát amikor az emberek kibúvót keresnek, az a legrosszabb egyébként, akkor inkább maradjon csöndbe, torrentezgesse, mindenki otthon azt csinálja, amit akar, de ne hirdesse magáról, tehát hogy így, jó, hogy nem állsz ki egy matricával a fejedre, hogy torrentezek, vagy nem tudom, tehát hogy így,
otthon szépen mindenki azt sem, amit akar. Négy fal között, ugye senkinek semmi köze nincs hozzá. Csak ne hirdessük, és ne a kiskapukat próbáljuk meg ráadásul ráerőltetni valakire, vagy olyan butus kérdésekkel, hogy akkor most ez, hogyha így csináljuk, akkor az legális-e? Nem. Tehát, hogy ezekkel így ne is próbálkozzunk, mert én ezekben nem szeretnék bűnrészes lenni, hogy itt bárkinek megpróbálok abban segíteni, hogy kövessen a bűncselekményt, hát azért ott még nem tartunk, jó? Úgyhogy az ilyen kérdésekre alapból nem fogok válaszolni. Így van. Így van. Nos, jó. Oké, és hát ha nincs kérdés, akkor én tovább böngészem a híreket, mert viszont hírhegyek azok meg vannak folyamatosan. Képzeljétek el, hogy ugye nem sokára eléri az 1 milliárd aktív felhasználót, illetve látogatót a Facebook, ha már Facebooknál tartottuk. Június végén 995 millió aktív látogatója volt a Facebook közösségi portálnak. Akkor szerintem el is érte, mert ez egy június végi történet. Közölte a fogyasztói magatartásokat kutató Nielsen intézet. A Facebook látogatók száma egy év alatt 29%-kal nőtt, 552 millióan naponta kapcsolódnak a közösségi portálra. A Facebook által közölt adatok szerint 543 millió legalább egyszer havonta mobiltelefonon csatlakozik a portálra, ami 67%-os ugrást jelent 2011-hez képest. A piackutató által közölt legutóbbi statisztika azt mutatja, hogy a Facebook stabilan növekszik. Június végén az amerikai felhasználók több mint 7 órát töltöttek havonta a portálon, a franciák pedig 5 óra 18 percet. A Facebook szerint mintegy 235 millió felhasználó játszik a portál játékaival, szemben az egy évvel korábbi 205 millióval, ez ugye 14,6%-os növekedés. Ez a jelenség növekvő piacot jelent a játékfejlesztő, főként európai cégek számára. Tehát 995 millió aktív látogatója van a Facebooknak, ez június végi adat, tehát valószínűleg ez azt jelenti, hogy már szerintem itt augusztusban vagyunk, tehát lassan, bár szerintem erről biztos cikkeznének, ha meg lenne az 1 milliárdadik felhasználó. Helyesen mondtam ezt? 1 milliárdodik? Na mindegy, valahogy így. Tehát az 1 milliárdos felhasználó az biztos kap valami ajándékot, nem? A regisztráló. 1 milliárd dollárt, mi? Persze. Ja, 1 milliárd dollár értékű Facebook részvényt. Ez mondjuk még lehet, hogy nem is lenne annyira hülyeség. Na, telefonálónk van. Halló, halló! Ja, vendém, Megint Kámi vagyok. Halló, halló! A megfejtés médium? Médium, igen. Na, másodszorra csak sikerült, jól van. Hát most már jó helyen néztem meg. Helyes, jól van. Tied a bögre, oké? Okay? Király. Fényképes ajándék tárgyak.hu felajánlásából kapod. Ne tedd le a telefont, Krisztián mindjárt elmondja, hogy hogyan jutsz hozzá. Gratulálok még egyszer. Szia, szia. Nos, ennyi volt már a restartunk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Nézzetek minket. Ja nem, hát a hétre ez volt a restart gyakorlatilag, a restart extra lesz holnap, úgyhogy majd, ha minden igaz, Marcival kiegészülve leszek itt holnap, és folytatjuk, illetve összefoglaljuk a hét eseményeit. Addig is jó bulizást, jó pihenést, jó mindent mindenkinek. Nézzetek minket holnap is. Hello! Együttműködő partnerünk proserver.hu Fényképes ajándék tárgyak.hu